Attól függően, hogy milyen élőhelyben vagyunk, egy fenyves, bükkös, ja, ha belenézünk, tök máshogy néz ki. Az erdők területi jellemzőibe, a fafajtákba és korösszetételükbe, valamint a nappali és az éjjeli életközösségek sajátosságaiba vezette be előadás elején a diákokat Ónódi Gábor. Az egykori tanuló a biológus pályára már gimnáziumi évei alatt tudatosan készült. Egyetemen kezdett ornitológiával foglalkozni, szakterülete a harkályok jelentősége az erdei élővilágban. Nagyon sok harkályfaj él a világon, ezek közül ezeknek nagy része ódukészítő, amelyek ódukat készítenek különböző fákban, az különböző erdei élőlények számára, ezek lehetnek gerincesek, gerinctelenek, madarak, emlősök, nagyon sok minden, és emiatt van egy elég jelentős szerepük az erdei életközösségekben. A diákok az ertéri erdők madárkutatásairól is új ismereteket szerezhettek. Madártani kutatások többféle ágban működhetnek. Egyrészt lehetnek tavaszi munkálatok, illetve téli munkálatok. Tavasszal különböző számlálásokra kerülhetnek sor, ahogy télen is, de a tavasszal ugye kezdődik a költési szezon. Az ártéri erdő királyaként a dunamenti Gemenci erdőt tartják számon, azonban Ónódi Gábor előadásában kiemelte, hogy a megfigyelésekhez nem kell ilyen messzire utaznunk. Megyénkben a Tisza mentén is számos olyan kiváló ártéri erdő van, ahol vizsgálatokat végezhetünk a különböző időszakokban.